Pengéhez találtunk cuccot. Igen, méghozzá ezt. Ez plusz 4-es erő. Azt mondja, hogy az ellenfelek megölése a lengoló ostor csapás, ismétlett megnyomása, támadásra lengoló lökés hullámot eredményez és növeli az égés hatást egy időre. Nem, szimplán a raw powert ad ide. Hopp, ott meg egy kis düh növelő tud. Yes. Oké, és akkor ott van a harmadik. És nekünk egy N betű szerűség kell. Ami ez? És már nyílik is a láda. És gyorsan megnézem, hogy ez meg visszavezet ehhez a részhez. Hoho. Odas. Good thing you learned the runes, brother. Légy óvatos utazó. Igen, ez az út Nidavellir felé vezet, ugye ez a főváros, de emellett számtalan veszélybe is. Ha egy kicsit is érdekel a biztonságod, más úton próbálsz majd eljutni a Vas városába. Ha sikerül, keresd majd meg, hogy elmondhassuk másnak is, melyik útnak nem az lett a vége, hogy valami, ami ronda, mérges és éhes, felfalt szőröstől, bőröstől, durlin. Köszi, köszi az útmutatást. Oké, vissza a ládához. Ívott egyáltalán? Most ittam az előbb. Egy kürt. Maximális dühöngés megnövelve. Oké, egy mézes... vagy mézsör kürtőtől gyűjtöttünk össze, maximális dühöngés megnövelve. Jó, nagyon jó. Na, hát gyerekek, hölgyeim és uraim. Akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy minden sikerült összegyűjteni, de Mr. Spoiler Mester Loki lelőtte a poént. Jó van, fiam. Jó van, fiam. Jó van. Nézd. Na jó. Arra tovább. It seems Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth? Hmm. Jó, újabb akadály. Fú, de rohadt jól néz ki. Ez is itt van, hogy meg van csinálva. Menj már! Meg valami kutyúgy ugatott. Látjátok? Ott. Jó, na lássuk, mi van itt. Aha. Itt a kapu. Looks like we gotta find a way to open that gate if we wanna get to Nidavellir. Igen, ki kell nyitnunk valahogy ezt a kaput. Úgyhogy itt megállunk. Fogadtatás van. Bemászottak, mint be. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Good. Eltűnt. Te kis
Te... Spoiler, fiú, te... Oké. Oké. Ó, mamma mia. Jó. Arra felé nem láttam mást. Menjünk erre. Hey, father, up there. Látom, fiam. Jó, itt át lehet menni, meg ezt meg lehet tekerentyűzni. Gondolom ezt, ha megtekerentyűzzük. Nem jogom, bocs. Aha. Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Így van, valahol lennie kell még egy láncnak, ami leengedje a maradék részét az a ajtónak. Look, there's a chain we can pull up there. Á, látom ott fönt, aha. Oké. Ahhoz pedig gondolom én, hogy erre felé kéne mennünk. Erre elnézünk. Oh! Hello. It's clinging to the wall. We gotta knock it down. Gyík embert valaki? Nagyon fincsi. Na, azt megmérgezett a rohadék. Arra vagyok kíváncsi, hogy össze tudunk-e hozni egy kivégzést. Húzta kézet, nem. Akkor visszahívja a fejszét. Ez egy kicsit érdekes. Szia Loli, hello hello. Think you can uncover that geyser from here? Volt nálam is Elgato no signal. Volt, igen. Igen. A vidnál is, vagy mi történt? A vidnál is sokat csinálja? Vagy micsoda? Hogy oldottuk meg? Úgy néz ki, hogy valószínűleg az a megoldás, ezt gyorsan elmondom, a beállításokban van egy ilyen, hogy VRR, változó, mit tudom én, micsoda, videókimenet, és van egy ilyen, hogy... De most hol van? Ez. Ezt a VRR-t kellett kikapcsolni. Mogácsnál konkrétan. Ezt kapcsoltuk ki, és azóta, hogy ezt kikapcsoltam, azóta megszűnt. Tehát konkrétan az egész streamem elejét a szanaszét cseszte. Amióta ezt kikapcsoltuk, azóta semmi nem volt probléma. Lekopogom. Úgyhogy, ja. Bocs itt az intermezzóért, de remélem, hogy tudtam segíteni. Volt, hogy újra kezdtem a teljes streamet, tehát, hogy egy jó, majdnem 40 percet szívtam emiatt. Vagy csúsztam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de azóta tényleg ez megoldott, úgyhogy Biszkutnak köszi a tippet, mert ő tippelte ezt, hogy valószínűleg ez lehet a probléma. Azóta nincs semmi, igazán nincs mit, Loli. Meg üdvözlöm Mogács urat! Üdv neki! És jó szórakozás neki is a gamehez! Oké, kinyitottuk ezt a izét. Ezt kell majd megemelnünk, hogy forogjon a kerék. Oké, ahhoz ezt lefagyasztom. És akkor elkezdi forgatni a kereket. Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Igen. Nice one. Yes! Más külföldi streamernek is ez volt a problémája. Köszi szépen Mad Matt az infót. Jó, hát erről én nem maradtam, vagy nem tudtam, hogy ez lehet probléma. Ezúton is bocsi, mert egy-két pont elég jó jelenetnél, meg emiatt azért újra is kezdtük, de majd megvágogatom, meg úgy rakom fel a vodot. Jó, hát nyilván azt nem tudom kivágni, amikor menet közben volt egy ilyen, hogy megállt, visszajött. De most már szerencsére oké. Okay. Most már szerencsére oké. Okay. Jó, itt fel tudtunk menni. Hoppá, hopp! De mit kell lerepültem? Menjünk. Ó, ne! Nem mondod, hogy így fel kell liftennek. Nicely. Done! That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. Azt mondja, hogy
A semmiség nap felkelte. Egy könyörtelen lángelme története Kvasir szavaival. Kedves olvasó, ha mered, képzeld el, lények fémből sikoljuk a csendet veri fel, tengereket úsznak át, menetelnek, mielőtt mind megadja magát a nagy harcos előtt, nem tudni, honnan jött vérvörös a haja, tiltott helyek között sár csak a hantya, ki lehet ez a lány? Több rejlik benne, bátorságból nincs hiány, ha küzdeni kellene. Oké. Okay. Szóval egy újabb gyűjthető szituáció. És egy újabb loot. Jó. Oké. Okay. Azt mondja, hogy... Szépen letekerjük. Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Hmm. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Hmm. Just for the history, obviously. History? Csak a történelem miatt. After being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. Még nincsen amúgy valóban mi az már bizonyítékunk, hogy amúgy tényleg itt van Tyr. Csak egy megérzés és egy nyom okán indultunk el ebbe az irányba. Na, kinyitottuk az ajtót, úgyhogy mehetünk is tovább. Áll a Imhotepnek. Vagy... Odinnak, nem tudni. Nem is nézegettem, meg mondjuk nem is nagyon hallottam azt a hangot, de nem nagyon láttam azóta ilyen zöld kristályhollót, amiket kell levadásznunk. Úgyhogy... De ha ti láttok majd, úgyis sikítotok. 48-at kell majd összegyűjtenünk. 48-at, Jesus Christ. Én viszont elvonulok Lurgba. Szia Kálmán, jó pihenést, hello, hello. That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. Huh. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye. You might be onto something, lad. Csoda cseppkövek vannak, mi? Atreus, look ahead. Wow, now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. Wow. Megérkeztünk, srácok. És itt már vannak? Majdnem mondtam, hogy emberek, de törpök, ugye? Hey, dwarves! Oh. They're, running away. Elfutnak előlünk. Riadó is van, vagy valami ilyesmi. Hú, de rohadt jól néz ki ennyi a francba. Would he sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it? How's that for us, though? They are scared. Félnek. Oké, Veldur. Bocs, srácok, hogy így tényleg lassan megyek, de... Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Nem látnak minket túl szívesen, úgy látom. Fú, de rohadt jó.
szerintem ki tudunk kötni. Nita Vellir. Halak? Hey, can we talk to you for... We don't want any trouble, please. There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own, and hope they let us in. Nem hittem el, de megtörtént. Oké. Okay. Na nézzük csak. Buildings here really are incredible. The detail in the woodwork is quite extraordinary. Van itt valami, amivel még nem tudunk mit kezdeni. De a túloldalon ott van fontos dolog. Oké. Okay. Itt van kérlek szépen titeket egy ilyen... Wow! Jó, oké, okay, nyilván visszafogja... Nem. Jó, kapta. Bocsi. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him. Aha. Pont itt jársz te is? Hol van akkor? Az se tojik többet, az a csirke, ja. Oké. Okay. Túl sok fe... A hang. Mocskos kis holló. Itt nem fogsz kémkedni. Oda is föl lehet menni, de miért? Mi lehet ott? Ott ad a föl. Na mégis mi? Mocskos lút, mi más? Add ide apának! De ez is milyen már? Megérkezünk egy teljesen idegen világba, a törpök fővárosába, és mindenki elmenekül tőlünk, mi meg így szó nélkül szétütjük az első ládát, ami szembe jön. Tehát ez a Hello, megérkeztem című. Sindri! Hello! I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. Van számunkra neki valami. Gyanús, hogy azzal a zöld cuccal kapcsolatos. Na mondd! What is a dwarf? Mi az törpe? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? Mm-hmm. Oh, you are long overdue for a replacement. Yeah, technical mischief to forehead. Yeah. Taking advantage of certain material. Ow. Boing. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things. In action. Okay. Whew. Új inat. Wow, milyen hangja volt, menj már. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say Skiafa. Skiafa. Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in need of a lair. How was I supposed to know they were there? Oh, shemigon. Okay, so, Derlin. Sindri,
Any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. Na jó, és hogyha... So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Well, sounds like an Odinism if I ever had one. Nézzük, hogy tudunk-e valamit csinálni. Azt mondja, újra élesztő kövek. Most már tudunk újra élesztő követ vásárolni. Egyszerű újra ezt a kő. Nem legyünk egyet. Baradj! Oké. Okay. Eladni tudunk még. Az elekét el lehet adni. De nem akarom eladni, most találtam. Még egyelőre nem adunk el semmit. Azt mondja, páncél. Igen. Az nem megy. Ez van most, de... Ó, ja igen, és ezt is lehetem fejleszteni. Tudom, nem felejtettem el. Miért csak állok? Kapsz mindjárt. Is this meant to scare me? Well, you should know. It's working. You should know. It's working. Ó, és egy tekercset is megtaláltunk. Bevásárolista, nem akarok többé hiánycikkekről hallani. Az ázok pontosan megkapták, ázok, nem? Amire szükségük van. Nem kellene munkámmal elmaradnom pusztán azért, mert visszatartják a dolgokat. Szóval, ami kell, egy hordó olaj, annyi adag tüzelő, amennyi nélkülözhető, öttöm tiszta, svartalheimi acér, ja, és valami átkozott ennivaló, mert átkozottul éhes vagyok. Oké. Okay. Fair enough. Szóval, visszamegyünk oda le, mert most már ki tudjuk ezt nyitni, és ott van egy újabb versike. Azt mondja, hogy összegyűltek a hadak 9 erős harcossal kipihenten, jól lakottan háborúra felbozdulva, gömb repül a levegőben, ágak a kezekben, egy hajítás az ütközet, s minden néző ünnepel 9 nappal 9 éj, nincs pihenés, csak vér, elfutottak messze, s vártak, bizonyítva nem hátrálnak összecsapott a két sereg, messze futott a gyáva had, rabiga és foglyok nélkül győzedelmet arattak. Nagyon szó. 14 ilyen versike van. Oké. Okay. Ez nem Petőfi, ez nem rímellik. Nagyon megnézném ezeket, ezek nyilván angolul rímelnek. Tehát, hogy nehéz ezeket úgy fordítani, hogy rímeljen is. Nyilván megpróbálják a lehetetlent ilyenkor. De valószínűleg ez angolul azért erősebb. Jó, tehát ott fönt voltunk, azt kinyitottam. Nagyon beszélgetni velje nem kell, mehetünk erre tovább. Best of luck! Köszi! Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it. Jó pihenés, Zsuzsi. Hello, hello. There's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Tavern's gotta be around here somewhere. Maybe we can try knocking on some doors for directions. Bekopok tényleg, figyelj. Could you maybe... No! Thank you! Oké. Okay. Tudnál esetleg... Nem! Köszi! Csá! Rohadt jól néz ki. Oké. Okay.
Ott láttam egy ládát. Ott látok olyan követ. Oh wow. Andre wasn't kidding about the structural sensitivity. Na várjál. Na várjál, mert itt turpisság. Nézd csak, ott van, mint hogyha ott lenne valami. I think we need more special equipment to use this. Értem, Andreas. Értem. Behind you, brother! Ow. Hát ebben majdnem belehaltam ebbe a kis buliba. Amúgy. Na de várjál, most arra is tudok menni, meg arra is tudok menni. Van HP. Menjünk át. Lehet, hogy pont erre kell jönni amúgy. This looks promising, right? Well, it's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Point though. Very well. Legyen hát. Oké, megnézzük a másik irányt, bocsánat. Mi lenne, ha itt lennél, fiam? Most tényleg? Ez mi ez? A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlan's rebellion. Quite a sharp wit she had until she turned to less subtle means of resistance. Grip tűzbombája. Sok dolgot bánok, ami Svartalheimben töltött időmet illeti, de ezek közül is Grippet sajnálom a legjobban. Grip egy hihetetlenül dühös, írnok törpe volt a haragos értekezései, amelyek Odin anyagi imperializmusát bírálták, bátorították a törpéket, hogy forradalmat robbantsanak, ki ő pedig csak sorra osztogatta őket. A szavak embere volt, az egyenrangú társam, ha nem nálam feljebb való. A szenvedélye és a dühe pedig mindenki tiszteletét elnyerte, aki olvasta az írásait. Amikor kezébe vett egy tűzbombát és porig égette az táborokat, voltak, akik követték őt. Sajnos módon az az árnyoldala annak, hogy tisztán érthető és hangos hangja van valakinek, hogy nagyon könnyen megtalálható. Az Einherjárok tudták kezelni a propagandát, Arson kevésbé, megtalálták őt, ő pedig együtt minden ismert másolattal, amelyek az írásaira készültek, eltűnt. Mindig találkozni akartam vele, még most is gyakran gondolok rá, szeretném hinni, hogy barátok lennénk, ha úgy ismerne, mint amilyen most vagyok. Oké. Na szóval loot. Okay. Gyere már, gyermek. Van feladat. Csak mondom.
tankjait vissza. Fogok. Ez mi történt? Haló? Ojaj! Taktikai dű. Oké, szóval itt be voltak burkolódva a kis gonoszok. És ez pedig valami új mechanika lesz, nézzétek, mert ott fölfelé még egyelőre most így nem tudunk menni. De ott volt egy láda. Oké, ezt jó tudni. Igen, ja, apa, jövök, csak itt volt egy kis, egy pár hordó. Igen, igen. Álljatok. Arra mentünk. Igen, ez visz, az visszafelé visz. Jó, 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 erre megyünk. Csak nem ez a kocsma. Kop, kop. Hölgyeim és uraim, akit ott látunk, az nem más, mint a játék zenéjének írója. Egy kis tisztelet, hogy neki bekerült a játékba. Ugye ő Bear McCree, aki írta a zenét az előző résznek, meg ez. Hello? Watch yourselves. Ennek is. Apparently there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. Okay. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess? What mess? Later, brother. Hajózz Durlin irodájához. Na várjál, mert itt valami bejegyzést is kaptunk amúgy. Ez nem az a bejegyzés, amit meg akartam nézni. Kódex. Arra vittek, nem. Ismered, barátok előttől. Most jön a leckén, nem? Na várjál, beszélgessünk csak itt vele. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head, I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. Asgard szolgálatában. Oké, kaptunk egy új küldetést. Állítsuk le a bányásztornyokat. Mellékküldetés. Érdekes. Érdekes. Oké, megvan az első mellékküldetésünk is. Nagyon jó. Sorry, one more thing. No? Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here. Please be careful. Mm-hmm. Mi az? It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll mm-hmm. be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Oké. Kaptunk egy iránytűt. És ez hogy mutatkozik meg? Úgyhogy van egy iránytű. Azt mondja, hogy a törpék iránytűje és a térkép elvezethetnek céljaidhoz. Nyom meg a bal oldalát a tapipadnak, az érintő panelgombnak, hogy a térképre ugorhass. Hello, ez itt a térkép, hello. Azt mondja, hogy ide kell jönnünk, ott van 1, 2, 3 a mellékküldetéshez.
Good! Ja, és amúgy innen jöttünk, csak mondom, tehát ezen mentünk most itt így végig. Meg ez itt a város, mint olyan. Oké. Okay. És akkor a napló megnyitása... Igen. Az oldalsok jelenek meg a folyamatban lévő, jó, ezeken végig kell menni. Úgy. És akkor a napló megnyitásával meg tudjuk megnyitni az adott feladatot és a hozzátartozó cuccot. Oké. Okay. Kövesd az aranyjelet, hogy az úton maradj, vagy a kegyek követéséhez a kék jelekkel rögzítheted őket az iránytűn. Ugye megjelent az iránytűnk ott fönt. Ilyen okosan hozták idebe. Úgyhogy ezzel fogunk tova menni. Come. A boat cannot be far. Huh. Earlier Sindri made it sound like Derlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, little brother. Bejöttünk ide. A törp lakásba, vagy nem tudom mi ez. És úgy lootolok, tök jó. Köszi! Itt az ágy. Jó. És van valami. Szegénynek bejöttünk itt a házába, és elvisszük az ezüstöt. Szia, Matril, jó pihenést, hello, bello. Hát ez zseni volt. Még hogy... Maybe there's a boat we can use to get to Derlin's. Meg lesz, na aggódj. Oké, nem tudok menni. Mindenhol csak a lootot keresem, gyerekek. Nem bírok magammal. És ez a rész is, nézd meg, hogy néz ki. És ott van a fekete füst, amiről szó volt. A pápa választásos szitu. Még nem fehér a füst, még nem választották meg. Ó! Oké. Okay. Szóval, hogy itt van egy misztikus átjárósos. Felkerült ezzel a térképre, hogy ugye itt a közelébe jöttünk. Oké, okay, irány a hajó. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Oda kéne mennünk ahhoz az épülethez. Legalábbis ezt mondja. Atreus nekünk közben. Jó, hát nem olyan egyszerű, mert itt ilyen... Ah, those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. Oh. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. Oké. Okay. Tehát, hogy mi birtokolják valaminek a helyzetéért, ami az ő ötlete volt. Úgyhogy a... romokat, vagy nem is tudom mit, majd el kell takarítani. Majd megnézzük azt is. Hmm. Valami jó az egész környezet. Rohadt jó lehetett ezt így. Menj már. Azt a leborult szivar végig neki oda nézzetek. Hát én kész vagyok. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. Aha. But if you don't want to explore now, it looks like Derlin's place is through that open gate to the left. Oké. Okay. Sen is mondja, hogy mi merre van konkrétan. So which way do we go? Hát egyelőre ezt. We could prepare more before rescuing Tyr. Up to you. Azt ott szépen felvesszük. A világfa cseppjéből való ivással tartós előnyökre tehet szert. Így is van. Jó. Ugye jó az a 30 FPS. Ez most nem 30 FPS. De amúgy jó a 30 FPS. Most ez változat. Ja, hogy azt akarjátok, hogy nézzük meg, hogy az amúgy, ez amúgy hogy néz ki. Megnézhetjük.
4K-ban. Jesus. Holy moly. Hát őrült, őrült jó így, aha. Ah. Ah. Na jó. Kérdés. Térképet mutasd nekem. Az a baj, hogy itt egy, kettő, három helyre kéne mennünk. Lehet, hogy meg kéne csinálni ezt a mellékületet is, mielőtt oda mennénk Durlinhoz, nem? Mit szóltok ehhez? Nyilván mindegyiket meg fogjuk csinálni, de gondoltam, megkérdezem, hogy mit szóltok hozzá. Ha elnézünk, akkor arra, amit itt mondtak nekünk. Le. Azért, na, ha erre kell 60-at beáldozni, inkább így játszom. Mimir, inkább... were you really the one who had those rigs built? Inkább, inkább a minőségre. I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. Ja, amúgy be is jelölhetnénk a térképen, hogy mondjuk ide megyünk. Inkább a minőségre mennél? Nem, nehéz eldönteni, mert nagyon, nagyon jól néz ki a izé is. Mert ugye ez azt hiszem 2K, vagy valami ilyesmi a 60 FPS-es. One of the mining rigs is here. See the smoke above us? That's where we're headed. Megnézzük ezt a mining rigget. Tudjátok mit? Ezt a mining rigget megnézzük a képi minőséges megoldásban. Hoppá, elővom. On your right! Hú, mondjuk az előzők után ez így egy kicsit fura. Azért ez így... The dwarves didn't like working for Asgard. Couldn't they just quit? And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food, they had to buy it from Asgard. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. Oh, that's clever. And awful. Na szóval. Itt fel tudunk menni. Itt van egy ilyen forgató. Jump! Na most ugye annyira megszoktam itt, ahogy játszottunk a 60 FPS-t, hogy most egy kicsit fura. Nem mondom azt, hogy rossz, de csak hogy most újra kell szokni egy picit ezt a módját. Loot? Szerintem amúgy nem ide kell jönnünk, csak ugye a loot elvitt minket egy picit. An Yggdrasil seed to Muspelheim. Think it might lead to that combat arena we visited years ago? What makes you say that? Wishful thinking, I guess. Going through Surtur's gauntlet, it was fun. It was training. You didn't have fun? Well, anyway, we should look for the other half of the seed. Once it's whole again, we can see where it leads. Aha! Szóval, hogy így lehet. Keresd meg a második muszfelheimi magdarabot. Tehát, hogyha megvan a magdarab mindegyik része, akkor utazhatsz az adott birodalomba. Na jó, menj a frenébe. Ezt baromi kreatív. Na most azt nem mondtok. Wow. Oké.
Great. Now we can make it across. Hát ez rohadt jó. Jönnek a genyócák! Diapa! Hát mocskos jól néz ki. Oda szeretnék átugrani. Ahhoz ezt tovább kell pörgetni. Így. Lelátni a víz aljára. Ja. Hát elképesztő. Na várjátok, itt, nehogy itt hagyjunk valamit. Oh. Lefelé menet, szóljatok, hogy ezt vegyük fel. Jó, azt mondja, hogy itt egy lánc. Szépen fölmászunk. Kezdődik. Szüli magából. Bolond vagy, nekem nincs HP-m. Várjál, mert most mondtam, hogy... They just keep coming! It's a bear trap! Spawning a little witch is like there's no tomorrow! Behind, it will be so! Nem jó, nagyon nem jó. Nem bírtam el dodzsolni. Hűha! Nincs sok HP-m. Most már ezt is jött ki. Kéne HP-töltés valahonnan. Ott látod. Jó. Mi taktikailag csináljuk. Rohadt kis kenyó. One more to go! Materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. Whew. Okay. Ez szoros volt. Nagyon oda kellett figyelni. Viszont nem haragszatok meg. Nem tudom, nagyon megszoktam. Fú, de nagyon más hirtelen. Oh, Isten. Na. Cucc. Ezeket többet lehetett volna használni szerintem. Ha engem kérdeztek.
Nehéz döntés amúgy, mert amúgy élvezhető a másik is. Szóval, itt kell nekünk... Leállítanunk a cuccost. If the dwarves agree to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. What you just picked up there? Legkiválóbb derékpáncél. Célkitűzés. Elkészíthetjük Nidavellir legkiválóbb páncélját a bányász tornyokba található érc segítségével. It's pure Svartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Okay. Akkor elmondom még a mai feladatot, azt a másik kettőt meg kell csinálnunk. Jó, hát ez rohadt jó volt. Vannak kétségeim, hogy amúgy erre felé kell visszamenni, de... Le tudunk-e itt esni? Nem. De itt viszont igen, tehát akkor mégiscsak. És akkor nem felejtettem el. Is it always moral to kill something that's trying to kill you? Yes. Itt van. Well, there you have it, lad. Köszi, köszi, Juice. Jó. Egy megvan, kettő jön. I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. Is that a watchtower? Ott repül a rohadék. Ilyenkor nem lehet dobni. Mocskos Odin izé. Mármint, szia Odin, cucca. Hello. Ja, bal oldalát kéne amúgy megnyomkodni. Levágott cuccot felvettem, de köszi, köszi. Nézzünk itt szét. Isten, rengeteg dolog van a játékban, nagyon tetszik. Hello! Itt Mizu! Ó, itt van egy ajtó. Ez itt. Taking a break before visiting Durlan? Very wise. He can be... a lot. Ó, és itt is van egy hajó. Oké, okay, szétnézünk itt. Itt is lehet mászni, meg ott is lehet mászni. Van egy gyanúm, hogy majd innen kell lehajintanunk azt a repkedő madarat. Ez az ügyesen. Az őrtorony. No, it's still here. What? The island near the guy. We need to get a key from it and unlock this door. We need... I need... to set right a very old wrong. Okay. Majd ehhez még kell a kulcs. Bloody drogger holes! We've got to clear out all these undead bastards! Hűha! Erről nem volt szó. Áó! Haló? Ouch! És kidodzsolt a rohadék! Megbolondulsz? Na
Menni fog. Mi? Az nem pusztult el. Bocsi, nagyon koncentrál. Baby! A gyűlöletes. Most már halt. Még soha nem láttam ilyen Draugurt. Úgy harcol, mintha egy örök gyűlölet tüzelné. A föld sebéből emelkedett ki, amely bezáródik, ha legyőzzük a szörnyet. Ha több ilyen lyukat találunk, le kell zárnunk őket, és meg kell semmisítenünk minden lényt, amely kiemelkedik belőle. Nicely done, hölgyeim és uraim! HP-t köszönöm szépen, és a többi cucc, azt a fönt kell jelentkezni. Aha, igen. Add ide. Markolat, aha. A markolat egykor egy császárnő birtokában voltak, aki szembeszállt az istenekkel. A bosszú tüzében kovácsolták őket, és halált osztanak még új tulajdonosok kezében is. Jöhet még. Felséges szén. Hát ez nagyon nagy király volt, belefutottam egy ilyen izé cuccba. Hát ez iszonyatosan tetszett, és mennyire rohadt jó volt most is a fight. És hát azért kaptuk ám rendesen. Na várjatok. Mit reppent el? Meg lesz, mindig. Nem, hamar megnyomtam a visszahívót, az jó lett volna pedig. Nem találtam el. Vörhenyes kisgec vonal, nagyon szépen köszönöm a csírt. Szép estét neked is, hello. Ledobom akkor is, srác, ezt le kell dobnunk. Lehet, hogy valahonnan egyszerűbb lenne. Azt a fába, azaz. Na jó, megoldjuk. Ezzel fog elmenni az este, már látom, de... Aha. Oda fog érkezni, oda. Hé! Azt hittem, az pedig egy jó dobás volt. Ott van az. Jó. Na, erről van szó, hölgyeim és uraim, erről van szó. Kapta a mockos kis holló.
Jó, itt nem tudunk még nagyon mit csinálni, úgyhogy itt visszamegyünk le. Ide kelleni fog a kulc. A prisoner. Egy fogoly. Hmm. Valamiféle... fogoly van az ajtó mögött, amihez kell majd a kulcs. És itt nem tudok fölmenni, mert ott az, amiatt nem tudok fölmenni. Gondolom oda majd akkor fogok tudni menni, hogyha kinyitottuk az ajtót. Oké. Ott tudunk arra futni, vagy úszni, ladikozni, erre felé pedig. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke. Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied. Nekik. Ja. Wow. There's a lot to explore here. Kinda nice to be out of Midgard for a bit, huh? Okay, nem menjünk fel. Jaj, ne! Kapta! Wow, de jó volt, hogy lerántotta! Nightmare. Ismerjük a nightmare-eket, jaj. Igen. Megvan. És van még egy nightmare. Ow. Hülye mérgezős néni kéred azt. Ha, na jó, ez itt most meg kezd huncit lenni. Magamra rombantottam. Hups! Igen, ez a Megesik című kategória. Na jó, ezt még megcsináljuk. Most elment az időnk. Fél pillanat alatt belepakoltunk 4 órát a játékba durva. Ja, hogy poison, right flank. Azt a rohadt minden itt neki, hogy kiugrott előle. Au. Szeletelés. Nem érzem a timingomat. Ah!
meghalni. De nem bírok már mozdulni. Nem volt itt. Mi van? Meg vagyunk? Hát majdnem megint fagyos lett, úgy nem kicsit, hanem nagyon. Jó, oké. Okay. Ó, itt egy HP. Köszi. Ó, wait a minute. Most begyújtani kell ezeket a cuccokat, oké. Okay. Meg ott azt is. De ezeket le lehet dobni, de az inkább sebez. Fél magamra dobom. Ugye ezeket lehetett volna használni, hogyha figyelmesebb vagyok. Mögötte van. Aha. És így tudtuk begyújtani. Kettő. Nézzétek csak, mit látok ott tünde szemeimmel. Egy hollót. Jó. Van még valami cucc. Oké, és akkor a harmadikat kéne. Az ágyat. Menni már aludni csaszit. Vagy miért mondod? Jó, ha én lennék, hova tenném a harmadikat? Ugye ez ma ez a feladathoz kell. Itt van az egyik, hát ide hátra tenném valahova. Nézelődök, hát ha meglátom. De egyelőre nem látom. Jaj, ne esle... Tudtam volna mondani. Ami még eszembe jutott, hogy ez egy ilyenen lehetne. Hol van a harmadik? Ugye a harmadik benne lesz a kemencébe szerinted? Nem hiszem. Ezt ugye eldobni tudjuk. Jó, minden esetre ezt megcsináljuk. Kettő a háromból. You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. Hol lehet a harmadik? A röbetűs izét kéne megtalálnunk. Tehát egy kéken világító cuccot keresünk. Most HP-t dobált itt mindenhol. És megnézem, hogy itt alul alatta. Aha, ő trükkösek, ezt most jól elrejtették. Legalábbis egyelőre. Lava.
Megvan. Megvan. Very good. Király. És egy alma, tehát a HP-nk fog növekedni. Ja nem, még nem, mert kell még egy. Akkor nem szóltam semmit. Hát jó. Very good, very loot. Így van, így van. Kettő megvan, hölgyeim és uraim. A három ilyen izéből. Kemencéből, vagy mi az istennek hívják ezt. Jó. Viszont. Azt fogjuk csinálni, hogy lemegyek még a hajóig, vagy egész pontosan a kovács műhelyig ide, és itt fogunk Is that pure Svartalfheim slag? Give it here. Lootolni egyrészt. Oh, definitely need that. És megnézzük, hogy tudunk-e valamit csinálni. Amúgy a páncélnál, ugye a melkas páncélnál, ez a törp, de rohadt jól néz ki, menj már! Wow! Ez a Nida Velirri legkiválóbb törzs páncél. Nida Velirri, aha. És akkor a na jó, az... By the way, if you're headed to the mining rigs in the bay, could you bring me any slag you find? Mindenképp. I could use the material for my crafting. Mindenképp fogunk hozni. Hölgyek ura. Hölgyek ura. Oda abba a pillanatba behajintok egy mentést. Hát 357-et hajintottunk bele a játék szerint. Elképesztően durva. Elképesztően durva. Valami hihetetlenül király ez a játék. Eddig legalábbis iszonyatosan tetszik. Remélem, hogy nektek is. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a ma este folyamán. Bocsánat, hogy ilyen többszöri technikai probléma volt, de úgy néz ki, hogy sikerült orvosolni. És remélhetőleg most már minden a legnagyobb rendben lesz. Milyen átvezetés van? Igen, aki esetleg lemaradt volna itt egy kicsit nálunk itt a végigjátszás idejére, hát beköszöntött a tél, a hideg. Itt a végén Gizmo Hero, nagyon-nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot, pörgessétek meg neki a hype-ot, köszönöm szépen a támogatást, és mindenkinek a figyelmet. Remélem azért itt a technikai problémák ellenére élveztétek, igyekszem még most este gyorsan összevágni itt a VOD-hoz a dolgokat, és feltölteni, hogy minél hamarabb ki tudjon menni a VOD csatornára is. Nem ígérek semmi nagyon extra, nyilván 2K fel kell dolgoznia, meg itt az elején a problémás dolgokat össze kell vágni, de a lényeg, hogy most már működik. Holnap szeretettel várok mindenkit, aztkor már lehet, hogy a szokásos kezdés lesz, lehet, hogy 6-kor. Tudjátok mit? Ugyanúgy 6-kor elkezdjük, és nyomjuk. Úgyhogy 6-kor várok mindenkit. Módosítom majd a menetrendbe. Holnap is inkább egy ilyen nagyobb etapot fogunk nyomatni a játékkal. Innen folytatjuk. Remélem, hogy élveztétek a mait. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és tényleg bocsi a technikai malőrökért. Holnap találkozunk.